Hajók, autók, vonatok, tankok, különféle történelmi jelenetek és ötletes saját építmények. Nagyszabású kiállítást rendezett a Kocka Barátok Közösség a Budakalászi Faluházban október 28-án és 29-én. Mi egy hobbistákból alakult közösség vagyunk, nagyon-nagyon régi hobbink az építés, és idővel verbuálódtunk egy csapattá, akik vállalnak ilyen rendezvényeket, ilyen megjelenéseket. Mindenkinek a szíve dolga az, hogy mit épít és mit szeret. És hát ugye a rendezvény szervezők alól gondoltuk, hogy kikerülünk, és magunk kezdünk el ilyen rendezvényeket szervezni, rendezvényeken részt venni, és hát idővel ugye az itteni művelődési házzal kialakult ez a kapcsolat. Azóta hagyománnyá vált Budakalászon a Kocka Barátok kiállítás. Az idei tárlat nagy részét a közösség 4 elhivatott tagja építette. Én kimondottan techniklegót szeretek építeni, és abból is kimondottan olyanokat, amik működnek. Tehát ami hozzám tartozik ezen a részen, ezek a működő daruk itt baloldalt, igazából itt több működőgép van, vannak interaktív asztalaink, amiket kipróbálhatnak a látogatók, markolós asztal, hogyan működik az autóasztal, tehát ezek az én szívem csücskei. A gyűjtemény egyik leglátványosabb darabját, a híres Szent István csatahajó másolatát alkotója 125 5000 legóból készítette el, amely 4,7 méter hosszú, súlya pedig csak nem egy mázsát nyom. Ha az embernek a legóban egy adott alkatrész forrás áll rendelkezésére. Tehát tudni kell fejből, hogy milyen alkatrészek vannak, azokat hogy lehet összeépíteni. És amikor egy kis részt kiragadunk a hajóból, akkor az mögött egy iszonyú kreativitás van, hogy az úgy van megépítve, hogy hasonlítson az igazira. Ezért is nagy szerep jut a fantáziának legózáskor. Jó megfigyelő képességüket kvízzel is próbára tehették az érdeklődők, több terepasztalon pedig interaktív játékokban lehetett részt venni. Egyéni alkotások is helyet kaptak a nagyszabású gyűjteményben, amire előzetesen lehetett pályázni 5, 9, valamint 10 és 14 év közötti korcsoportokban. Természetesen ugye vannak játszóházaink, ott bármilyen kreatív építményt lehet építeni, és azokat nagyon szívesen be is fotózzuk, hogy olyan kreatív, és fölrakjuk egy rendezvénynek, mondjuk az oldalára az eseményhez. Sőt, egy-egy ilyen találkozón felfedeznek tehetséges építőket is, akiknek lehetőséget adnak a bemutatkozásra további kiállításokon, tette hozzá a Kocka Barátok vezetője. Van ilyen vendégkiállítási lehetőség nálunk, hogyha egyszer valakinek van egy olyan gyűjteménye, akkor elképzelhető, hogy egy kiállításra elhívjuk, és igen, minden rendezvényen beesik egy-két-három ilyen ember, akivel telefonszámot cserélünk, és abba állapodunk meg, hogy a jövőben valamilyen rendezvényen valószínűleg keresünk egymást. Schuster Zoltán elmondta, egy-egy komplex alkotás akár egy-másfél évig is készül. Ebből adódóan megszállottságot és kitartást igényel az apró részletek megtervezése és felépítése. De a Kocka Barátok kiállításairól még nem volt, aki szomorúan távozott volna.